A Dombóvári Művelődési Ház aulájában egy fotókiállítás várja az érdeklődőket a Magyar Fotográfia Napja alkalmából. 1840-ben volt először Magyarországon a Tudós Társaság által bemutatva a fényképezés, vagy hát a daguerreotípiának egy példánya, vagy példányait mutatták be. Tehát a fényképezés Magyarországon 1840. augusztus 29-én indult el. Na most szerte a nagyvilágban, Párizsban pedig kb. Egy évvel ezelőtt, tehát 1839-ben a francia állam megvásárolta Daguerre-nak a találmányát, és mindenki számára elérhetővé tette. Tehát innét a fotográfiának a napja. A Magyar Fotoművészek Világszövetsége, akit én itt képviselek jelen pillanatban, és itt az alkotások is a szövetségünk közt tartozó fotoművészeknek az alkotásai, nyilván ugyanazt szeretnék, tehát hogy a vizuális kultúra minél elterjedtebb legyen Magyarországon, és azon túl is, tehát a szövetségünk az egy csomó anyaország és anyaországon kívüli magát magyar identitásúnak valló fotoművészt képvisel. És a képviseletüket úgy gondoljuk megoldani, hogy minél több helyen a médiákban, vagy éppen kiállítási terekben az alkotásaikat bemutatjuk. Na most, akik szervezetünkhöz tartoznak, azok kb. 9 országban élnek, összesen kb. 180-an vagyunk. Az aulában látható fotókat a 21. Nemzetközi Magyar Fotószalon 2021-es kiállításából válogatták a szervezők. Erre a pályázatra 1492 alkotás érkezett be, és a szövetségünktől független zsűri ezek közül kb. 150-et választott ki, és jelen pillanatban 44 darab látható ebből 150-ből itt Dombóváron. Nagyon örülünk annak, hogy éppen Dombóvár adott otthon, tehát ennek a kiállításnak, és a Dombóváron is megjelenhettünk a Magyar Fotoművészek Világszövetségének az alkotói, és hát ezeket az alkotásokat bemutathatjuk és megismertethetjük a dombóvári igényes közönséggel is. A kiállított fotók több témát elevenítenek meg, így mindenki megtalálhatja azt, ami igazán magával ragadja. Van egy általános kategóriák, színes fekete-fehér, azt hiszem barátom a bor, és mindig valamilyen időponthoz, vagy valami személyhez köthető, költőhöz, bárkihez. Most egyik ilyen a Moholy Nagy László, aki egy nagyon ismert magyar fotográfus, fotoművész volt, a modern magyar fotográfia megteremtője, hogy így mondjam, és hát előtte tisztelgett ez a kategória, és vártuk az alkotásokat a fotoművész társainktól, és egész szép alkotások, fotók érkeztek be erre a pályázatra. Hát kicsit hazabeszélünk, büszkék vagyunk ezekre a képekre, már miért ne? Úgyhogy hát ilyen kategória, mert minden évben ez változnak ezek a kategóriák. Hát a bor kategória az meg olyan, hogy a Magyarországon élünk, Magyarország egy híres bor termelő ország, és a kultúrált borfogyasztás hát nyilván minden magyar embernek érdekel, és hát ezelőtt tiszteleg ez a kategória. A Magyar Fotoművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége szervezésében immár 19. alkalommal ünnepeljük a Magyar Fotográfia Napját, amelyhez Dombóvár a kezdetektől csatlakozott már. A legelső évben 2003-ban, akkor nagyon rövid időszak volt, amikor megjelent a felhívás, nagyon rövid időszak volt, és nem tudtunk a művelődési házzal földeríteni, hogy kit hívjunk meg, ezért egy olyan akciót találtam ki, hogy egy paravánt itt kitettünk, és közé tettük, hogy bárki bármilyen fotót hozott, kiragasszuk, és az ott egy hétig lehet nézni. Ez volt az első, és a következő évben már rá tudtunk készülni, akkor Baricz Kati nemzetközi hírű fotoművész hívtuk meg, és attól kezdve minden évben én is örömmel vettem, hogy a Magyar Fotoművészek Világszövetségének a tavalyi pályázati anyagából jött egy válogatás, mert elég sikeresen működik ez a csapat. A kiállított fotók között szerepel olyan is, ami Tolna megyében készült, egy ünnepség pillanatát örökítette meg a fotográfus. Én 10 éves korom óta fotózok, tehát mondhatom, hogy az életem részévé vált a fotózás, és mindenevő vagyok a fotózásban, tehát bármilyen téma jöhet. Én imádok természetet fotózni, embereket fotózni, és hogy mit ad nekem a fotózás örömet, amit szeretnék megosztani másokkal. Tehát nekem nagyon fontos, hogy amit én szépnek látok,
azt úgy gondolom, hogy más is talán szépnek lát, és igyekszem megmutatni akár kiállítások keretében, akár könyv keretében, mert most már két olyan könyvem is megjelent, ami a fotóim vannak, és igazából ez az, amit ad. Tehát mindent ad, nekem részben a munkám is a fotózás, részben hobbi, minden. Ami fotó itt most a falon van, ezt Bonyhádon készítettem egy ünnep alkalmából, ugye nemzetőrök, ahogy háttal állnak, és egy kislány nagy csodálkozó szemekkel és viseletbe öltözve nézi. Ez nekem valahogy egy ilyen érdekes és fantasztikus pillanat. Ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy mit adhat egy fotó, és nagyon fontos, hogy hangulatot ad, érzést ad a látványon kívül. Tehát az benne kell legyen egy érzés, amit tovább tudok adni. Ezeket az érzéseket pedig október 3-áig adja át ez a kiállítás a Domovári Művelődési Házban.